Szép estét kívánunk! Szeretettel köszöntjük a 9. alkalommal sorra kerülő Közkincsgála kedves közönségét és fellépőit. Tisztelettel köszöntjük rendezvényünkön városok polgármesterét, Polics József urat, és a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség képviselőjét, Kovácsi Bolyát. A Közkincsgála a komlói Borbála hét keretében intézményünk legrangosabb eseménye. Emellett a térség Völgységhegyhát ősz című hagyományőrző rendezvénysorozatának záró programja is. Felkérem Polics József urat, Komlóváros polgármesterét, hogy hagyományaink szerint nyissa meg a gála műsort. Csóka Angi, jó estét kívánok, szervusztok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendezvényen, mint ahogy a felkonferálásban elhangzott, ez ma a 9. alkalom, hogy ilyen típusú rendezvény megtartására kerül sor, és mindez a Bányászok Védőszentjének a hetében, ami úgy gondolom, hogy még külön kiemeli ennek a rendezvénynek a jelentőségét. Közkincsről sokat lehet beszélni, de én megnézve az arcokat, akik ma eljöttek erre a rendezvényre, és azt mondom, a 9. rendezvénynek van egy külön bukéja, egy külön érdekessége, mert az elmúlt 8 rendezvény során sok-sok repertoárral jelentek meg a fellépők. Volt már olyan alkalom, amikor nem csak a komlóiak, hanem a Hegyhát és Völgység más településeiről is léptek fel, de most egy, a magyaregredi lakodalmas lesz a fő műsorszám, és akik már megőszültünk, kihult a hajunk, vagy egyéb más jellegzetességgel tudjuk mutatni azt, hogy egy picit már több minden van a lábunkban, tudjuk, hogy milyen jelentősége van ezeknek a rendezvényeknek. Mert mi annak idején ezekben nőttünk föl. Én magamról ezt tudom elmondani, hisz akkor nem kellett az én időmben külön a hagyományokat ilyen szinten más formában ápolni, mert ez szinte minden hétvégén hagyományként ápolva működött a családokban. De ez a csodálatos, globalizált világ sok mindent megváltoztatott. És nekünk ma élőknek az a felelősségünk, hogy megmutassuk a most felnövekvő generáció számára, hogy hogy is működött ez régebben. És nem véletlen az, amit szüleinktől, nagyszüleinktől kaptunk, azt az örökséget, azt nekünk tovább kell adni minden területen. És ez a kultúra területére is vonatkozik, és én jobban örülnék neki, ha egyre jobban átszűrné a mindennapi életünket is, mert az elmúlt század bebizonyította azt, hogy mi az életre való, és mi az emberséges, és mi a jövőt jelentő. A 20. század vége és a 21. század eleje számomra nem ezt üzeni. De itt az advent küszöbén, amikor a hit, a remény és a szeretet kell, hogy még jobban domináljon, akkor azt mondom, hajrá előre, hajrá magyaregrediek, nézzük meg, hogy tartották Magyaregreden az egyik legnagyobb családi ünnepet, és azt kívánom, hogy őrizzük ezeket a hagyományokat,
és az advent jegyében próbáljuk egész életünket átértékelni, hogy a hagyományaink mindennapjaink részeivé váljanak. Ezennel a 9. közkincsgála rendezvényét megnyitom. Jó szórakozást kívánok mindannyiuknak, Isten áldja önöket, örülök, hogy itt vannak. A magyaregrégi hagyományőrző tánccsoport a Rögpipávon mozgalom hatására alakult Csernobölgyi erdélyi tanítónők kezdeményezésére 1971-ben. Munkáját Győri Béla tanár úr segítette. Tagjai idősebb házaspárok voltak, akik még ismerték az egyedi szokásokat, táncokat. A tanítónő tőlük gyűjtötte össze és jegyezte le a régi hagyományokat. A tánccsoport a tanítónő halála után többször átalakult, újjáalakult, de valamilyen formában még működött. Pap Judit Elza, Kovács Árpád, Németh Csilla, Győri Gábor, Kovácsné Deák Irén voltak az új korszakok vezetői. Ez a mostani csoport 10 éve működik Ciklány Bálint Tünde és Karsai Tibor vezetésével. A falusi, paraszti élet minden jeles alkalmon megelevenedik náluk a fonóházban, a kukoricafosztáson, a születi mulatságban vagy a lakodalomban. Kétszer minősültek a Muharai Szövetség által szervezett megméretetéssel, mindkétszer jól. Büszkék rá, hogy van óvis csoportjuk is, ahová a völgység minden tagjáról járnak csöpségek játszani, táncolni. Vezetőink Bogyai Marian és Majla Kátra. Együtt táncol a 3 évestől a 60 évesig mindenki. Az idei évben a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség Mívó díját kapta meg az együttes. Nemrég érkeztek haza egy barcelonai fesztiválról, ahol a magyar néptánc kultúrát mutatták be óriási sikerrel. Fontosnak tartják, hogy saját zenekaruk legyen, fúvosok, pulgerok, úgy mint régen, vezetője Bogyai László Attila. Minden évben megrendezik, újraélik, továbbadják az egregi lakodalmas hagyományait az egregi lakodalmas fesztivál keretein belül. Eddig 6 alkalommal elevenítették fel, kikéréssel, rímusokkal, nászmenettel, vacsorával, ahogy a 150-160 évvel ezelőtt megtörtént. Ennek színpadi változatát hozták el most önöknek. A gyerekek régen is szerettek, és most is szeretnek a felnőttek között sündörögni. Mindent megfigyelnek, és mindent utánoznak. Így született a mai műsor első produkciója is, a Gyermeklakodalom.
más szórakozás nem lévén a fonóházban töltötték a fiatal lányok, asszonyok. Dolgoztak, szőttek, fogtak. Egészen addig, amíg a legények be nem kapcsoltak. Nem bírom hallgatni ezt a
szívszaggató, szomorú nótán. Menj, enged be ezt a legény! Hát, ha kell, úgy gondolja, legyünk úgy. Hát akkor, édes fiam, úgy döntöttünk, hogy mivel annyira szeretik egymást a mi lányunkkal, megengedjük, hogy nem kévesen. Jó lesz ez? Gyere be vissza! Néném asszony, hát ne üzőnken, csúfot előre, még a szegény vagyok is. Nem, most már beleegyezünk, beleegyezünk. Ha van pénze, takarékos voltál, nem voltál paráholó, akkor megveheted a lányot. Hát pénzem, az van a magam szegénységhez képest, mert takarékos voltam. Tehát attól függ, kedves gazdura, mennyit kér érte? Már megegyeztünk, de édes öcsém, hát ez a lány, ez olyan, nézd meg, ez meg lehet ám nézni előről is, meg hátulról is. Ez szorgalmas, takarékos, tud mosni, főzni. Hogy ne tudnám, még kenyeret is tudni. És Feldi, olyan jól tud Feldi, hogy itt van. Mennyit kérünk ebből? Hát, 1500 korona. Nem csak ez egy kicsit? Nem, ilyen lányi. Ne kevérnél meg a legtöbbet. Édes öcsém, ne sokat gondolkozzál, elő a bugyellár is. Megadom gazdura. Hát, kiköszámolni. 500 korona. 1000 korona. 1500 korona. Megvonám gazdura? Hát szűken, de megvan. Fejünk felett száll a fecske, a szép leány is kitestve. Kövűs lingőt a kötélye, barna legény a szerelődője. De én az bozsért jöttem, gátök lányát, hogy megkérjem. Ő szívemnek egy a bányja, hogy ő legyen neki párja. Szeretőm, nem szerettelek, hozzád menni mégsem merek, mert haza te csalva szíved, ahányat lát, annyit szeret. Ha téged elbe elmélek, elbe vajba fürdetnélek, olyan igazból nék hozzá, mint tulajdon édes. Nem eresztem ládon a hó, ő viszlek mindjött halmatot. Kökény szemed ragyogását, lesdém szívem dobogását. Házaskodj meg, ha meg akarsz, légy engem, ha el akarsz. Mert ha engem elsz a rajtól, ilyen rózsát nem szakajtól. De édes rózsám, én elveszlek, mert én igazán szeretlek. Eldobom a legénységem, ölelem a feleségem. Ha engem igazán szeretsz, megígérem, tiéd leszek. Átadom a jegykendőmet, ölelem a kedvesemet. Megeszkének jó.
kiváló! Anyud is, van Isten! Tisztali kártyogát, szép mennyasszonyunk, kedves főlegényünk, kedre ebédre, vacsorára, buzsikának főződült hangjára, szívesen fogja a kártyogát látni. Kés, kalajt, fellat, azt ne hozzon kántőt, mert ott se lesz. Szoknyát, pöngyőt, a jó fölkösség, hogy tánc közben leleessék. Hadd szóljunk! Thank you.
meg a kislánynak. Hadd szóljon! Hadd szóljon!
körülöttet állok, szép koszorodtok, pedig már kiválok. Ti is jó férját keressetek, kövessétek példám, hogy férjet keressetek. Mert aki rakadt az istentelen párja, fejkötőt hamar a koporsóba zárja. Adjon az Istennék, te kuhan férjet olyan párt, hogy minden 77. százszivásnál lássátok meg egymást. Adjon az Istennéknek Kirustát, Gyuristát, Mariskát, Gábortát, akik majd kieszik a tepszője a Pirikus Gárnicát. Kedves hangsúfőső, jó szívű szomszédok, akik jelen vagytok, testvérek, rokonok. Vajon szívem, hogy elvárok tőletek, kérlek önöket, és el ne felejtsetek. Hadd szóljon!
egy drága kincset hoztunk-e hajléka. Fényesebb lesz ő Noé galambjánál, a száján levő olajflágánál. Szeressék, becsüljék, mi gyermeküket illik, tessék le azt a nyugon, vezessék be inni. Yeah.
szaladtál a lányok után. Az egyiket hitegeti, a másikat ölelgeti. Ne higgyetek lányok neki, még akkor sem, ha azt csicserti. Édes Rózsám, te szeretlek, jövőre majd el is vettek. Lakodalom előtt két héttel kezdődött a diótisztítás. Előtte egy héttel vasárnap készítettük a levestésztát, csütörtökön sütötték a boronyakarikát. Pénteken marha, disznóvágás, baromi disznóvágás. Szombaton főzés, tálalás, mosogatás. Mikor minden készen volt, a szakácsasszonyok besorakoztak, és kezdődött a gazdasszonytárs. Talán tepsi veszelő, gazdasszonyok most elő, hadd szóljon!
tűz és a lakoma közepe, a tony és a főkötő, a nő ékessége. De nem csak ékessége, hanem koronája. És az az igazi nő, aki büszke rája. Mert bizony manapság sok nő azt úgy véli, hogy ezt a dísztő a férjével cserél. Ő lesz úr a házban. Ő visel karot. Pláne, ha egy kissét györe férje van. Na mert hát a gyáltalan férj mellé kell a kardos asszony, aki a jól él és cserj fölötti asszony. Na de ahol a férj megállja a sarat, jobb ha az a kedves nő, csak segítőtársa. Hát kedves ifjú asszony, jegyezd meg ezt szívem, testi lelki áldást kívánálható szívem, na meg hat-hét gyerekkel álljon meg az is.
szabadba ilyenek. Egyszer így szólt apám anyámhoz, hozhatom a gyerek menyecskét a házhoz. Én elhallottam, meghallottam, azt is nézni, rögtön elindultam. Bejártam 10 város, 33 falut, de nem találtam le, hogy magamnak valót. Az egyik a szegény volt. A másik az egy kicsit csúnya volt. A harmadikat azt meg láttam, hogy ölelt egy legény. Találtam a negyediket, azt roppant megszerettem, egy jó fél óráig a bolondja is lettem. De azt az egyet meg nem vártam el ám, mert sokkal vénem volt, mint az öreg anya. Ezért láthatják, mint most is legény vagyok, egész nap csak a lányokra gondolt. Meg a megyecskékre is. Ezért, hogyha egy maguk között volna, aki férjük bennem, megszorgatlan az esküvőt a jövő esztendőt. Addig is, vigyünk az ilyen fiatal pár és mindjárt egészségére. Élek az új házasok! Táncosok és a nem táncosok, egy-egy ilyen fogolja, szívesen várjuk egy csárdásaink a színpadon.